Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. A mai napon egy olyan fiatalembert látok vendégül, egy olyan fiatalemberrel beszélgetek, aki egy országos tévé tehetségkutató műsorában tűnt fel. Egyébként nem kis meglepetést okozva, hiszen ő férfi szoprán énekes. Magyarországon csak ő van, ahogy én tudom, és világszinten is, ahogy szoktam mondani, ritka, mint a fehér Zorro. Vendégem Vásári André, szia, köszöntelek téged. Szia, Zoli. Nagyon jókat beszélgettünk már adás előtt egyébként. Nagyon sok mindent már megtudtam rólad, hogy hogyan alakul az életed, hogy vagy manapság, hogy vagy mostanában. Jelentkeztél ebbe a tehetségkutató műsorban, azért lovaglok ezen a témán, mert innen ismertünk meg téged ugye széles körben. Mi vitt rá, hogy jelentkezz ebbe a műsorba? Előtte is te már ugye énekeltél, foglalkoztál ezzel azért elég magas szinten. Igen, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor a teljes kétségbeesés, illetve a kilátáslanság vitt arra, hogy jelentkezek erre a műsorra. Én ugye előtte már azért dolgoztam a szakmában, tehát volt színházi szerepem, megjelent egy lemezem, mégpedig egy nagy kiadónál, de valahogy nem jött meg az áttörés, és úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz. Akkor még nagyon úgy voltak ezek a tehetségkutatók, hogy nem úgy álltak hozzá az emberek, mint ma, tehát nem volt ciki, hanem akkor tényleg úgy én azt kell mondjam, és ha visszanézem a nyerteseket, hogy csupa olyan ember került ki ezekből a műsorokból, akik ma is a pályán vannak. Úgyhogy azt mondtam, hogy megpróbálom, és meglátjuk, hogy mi lesz. Mindenki le akart róla beszélni, hogy már pedig ez milyen szörnyű lesz, és hogy tönkreteszik az életedet, meg stb. Ugye a bulvár média és társai. Igen, igen. De mivel azért én nem 10x éves voltam, tehát nem 16 éves voltam, konkrétan 27 vagy 6 vagy 8, már olyan régen volt, és persze máshogy álltam a dolgokhoz, úgyhogy én így utólag azt mondom, hogy életem egyik legjobb döntése volt. Beszéljünk kicsit a gyerekkorodról, menjünk vissza az időben, milyen gyerek voltál, jó gyerek voltál, eleven gyerek voltál, mert így azt feltételezem róla, hogy egy nagyon jó gyerek voltál. Mindenki ezt feltételezi. De nem? Egyébként nem voltam, tehát nem voltam úgy rossz, hogy ilyen nagyon nagy balhém lettek volna, de azért nekem is volt iskolaváltásom, voltak olyan időszakok, amikor a szüleimet azért így behívták az iskolába, de azért nem voltam egy ilyen botrányosan rossz gyerek, olyan nagyon extra dolgokat nem csináltam, szerintem egy teljesen átlagos hétköznapi kisrác voltam. Éneklés, hogy kerültél kapcsolatba? Tehát már kiderült, mondtam, hogy jó hangod van, otthon énekelgettél, mondták a szülők, hogy André, neked milyen jó hangod van, ugye énekkorán az Érika szőlőt nagyon jól nyomtad, és javasolták a tanárok, hogy menjél énekkar, vagy hogy derült ez ki, hogy neked mondjuk megvan ez a fajta adottságod? Az már viszonylag korán kiderült, hogy van muzikalitásom, de ugye az még nem jelent semmit. Amikor elkerültem az első iskolámból a második általános iskolába, akkor volt az egyik énektanár, az énekkorán szabályosan kiszúrt, és azt mondta, hogy na, akkor itt valami van, énekelj csak, stb. És még arra is emlékszem, hogy elvitt egy ilyen külön tanáriban, nagyon félelmetes volt akkor, és mondta, hogy na, akkor most előttem énekelj. Mit akarhatott, igen. És szóval úgy meg voltam, hogy úgy, most mi lesz, mit csináltam, mi a baj. És akkor másnap jött, elég ilyen diktatórikus módon ment a dolog, másnap, amikor sorakozó volt az osztályoknak, akkor a zenetagozatos osztályfőnök odajött hozzám, így megfogott, és egyszerűen csak átvitta az jó osztályába. Akkor én ettől nagyon megijedtem, tehát ennek nem örültem, olyannyira nem, hogy visszakértem magam a normál tagozatra. Úgyhogy onnantól kezdve az éneklés egyébként és a zene abszolút nem volt része az életemnek. Nekünk a családban senki semmilyen színpadi vagy művészi. Azt akartam még kérdezni, van valaki a családban, aki mondjuk ugyanezt műveli, de akkor nincs. Semmi, de olyannyira nem, hogy édesanyám könyvelő, édesapám építészmérnök, nővérem az egészségügyben dolgozik, nagypapám katonatiszt volt, a másik boxoló. Úgyhogy minden volt, de művész hajlam az abszolút nem, úgyhogy én egy ideig egyébként titkoltam, amikor elkezdtem tanulni, már egy véletlennek köszönhetően elkezdtem tanulni énekelni. Főleg azért is, mert ugye férfi szoprán, tehát azért ez nem egy olyan műfaj, amivel olyan nagyon gyakran szembe jössz, vagy szembe találkozol, úgyhogy izgalmas voltak, a kezdetek izgalmasok voltak. Ugye olvastam önéletrajzodba, hogy azért neked nagyon komoly zenei képzettséged is van, tehát nem úgy van, hogy van az adottság, és akkor ez így van, ebből élsz, te azért tanultál nagyon-nagyon komolyan. Igen, ez egy kicsit érdekes dolog, mert én magánúton kezdtem el tanulni, tehát a magánének, stb., és akkor így jöttek szépen a versenyek, a meghallgatások, a lemez, a színházi szerepek, és
Amikor én kimentem Amerikába tanulni, mert felvettek az egyik legismertebb amerikai zenei főiskolára, azt nem fejeztem be, különfajta okok miatt. Teljesen sokkal többet dolgoztam ahhoz, hogy meg tudjak élni, mint hogy tanulni. Tehát nem volt időm tanulni. Nem volt rá időd a munka Igen, mellett. Úgyhogy hazajöttem, és én lényegben felnőtt fejjel most fejezem be a Zeneművészeti Egyetemen a képzésemet, ami azért vicces, mert a tanáraim legnagyobb része már kolléga. Igen. De hát természetesen úgy is állnak hozzám. Illetve hát szereztem korábban egy történelem szakos diplomát, de... És tudtam tényleg? Egy történelem szakos tanári diplomám is van, de az éneklés azt... Szóval nagyon vicces, mert abból a szempontból, hogy én úgy csináltam meg a profi karrieremet, hogy nem volt róla papírom, hagyományos úton mentem végig, de most ez is meg lesz. Na, szerencsére egyébként. Igen. Ez azért érdemes, ugye nyilván neked már nem kell papíroz, hogy bizonyítsd, hogy milyen jó énekes vagy, meg igazából szükségtelen, bármilyen előmeneteledet nézzük, de azért mégis az ember elkezd, akkor legyen már meg, nem? Ez egy számomra egy önmagamnak tett ígéret volt. És én a Zeneakadémiát kezdtem el, ami azért világszinten is egy nagyon erős iskola, és az akkori producerem mondta, hogy André, figyelj, most már nem kell bizonygatnod, most már nem kell itt megfelelni, add be a jelentkezésed, csináld meg a felvételit, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. És felvettek, és elkezdtem az egyetemet nappali tagozaton, de hát nagyon sok minden volt, tehát az tényleg egy pályán lévő művésznek nappali tagozatra bejárni, az nagyon nehéz. Akkor volt ráadásul a Star One Star, az Eurovízió, tehát minden összejött. Úgyhogy átmentem Miskolcra, a Miskolc Egyetemen, úgyhogy ott fogok most végezni, de ez mondom, egy önmagamnak volt vállalás, egy ilyen álom, hogy na, akkor legyen egy ilyen diplomám is. Úgyhogy most ezt megcsinálom. Említetted a műsorban, azért jelentkeztél, mert el voltál keseredve, nagyon nem jött meg az a lendület, az meg volt. Nyilván az ismertség, amit szerettél volna. Utána ez drasztikusan megváltozott, tehát annyira, mint gondoltad, vagy még a legvadabb álmokat is mondjuk túlszárnyalta? Most azt kéne mondom, hogy fú, igen, hogy megváltozott, de megváltozott, nagyon, nagyon erősen megváltozott, de én, és minden nagyképűség nélkül mondom, amikor elmentem a műsornak a válogatására, akkor ott éreztem, hogy ez nagyot fog ütni. Láttam az ottani szakembereken, hogy mindenki le van döbbenve, igen. És ugyan én utána elég sok castingon keresztül mentem, mire a tévéműsorba eljutottam, de amikor a tévéműsorba bekerültem, és lement adásba ez az én anyagom, akkor utána tudtam, hogy ez meg lesz. Sőt, annyira biztos voltam, hogy tudtam, hogy döntős is leszek. Ne kérdezz, hogy honnan, tényleg nem nagy képességből. Érzi ezt az ember egyébként, szerintem látván a mezőnyt, a zsűri hozzáállását, reakciókat. Meg ahogy a reakciók voltak nagyon olyanok, hogy jó, úristen, ez át fog menni az embereknek. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy ez lement, ez a bizonyos Volt egyszer egy Vadnyugat, lement a tévében, onnantól kezdve tényleg őrületes figyelem irányult felém, meg felénk. Hozzáteszem, hogy szerintem nagyon jó volt abban az évben a merítés, tehát olyan különleges tehetségek gyűltek össze, akik közül mondom többen most is még a pályán vagyunk. És megváltozott, mert logikus sajtóérdeklődés, elindult úgy a karrier, hogy akkor fellépések, színházi megkeresések, lemezek, de mivel nem 16 évesen ért a siker, ezért én úgy gondolom, hogy nem szálltam el. Tehát nagyon jól láttam, hogy azért a nagy magyar showbiznisz azért hogy működik, vagy hogy milyen szinten kell ezt elképzelni, de büszke vagyok és boldog, hogy mai napig itt lehetek, és ebből élek. Így van, úgyhogy nagyon jó döntés volt, akkor ez megbizonyosodott most már egyértelműen. Gondolom, napjaid nagyon húzósak, nagyon sok mindent csinálsz. Mindjárt beszélünk arról is, hogy mit keresel most éppen Fehérváron, nem véletlen, hogy itt vagy. Sokan tudják nyilván a tévénézők, de azért, aki esetleg nem tudja, beszéljünk erről mindenképpen. Hogy telik egy napot? Korán kelsz, későn fekszel, úgy kell ezt elképzelni, vagy változó nagyon? Nagyon-nagyon változó. Azért a mi szakmánk, és a karrier, egy előadó művész karrierje, az mindig egy ilyen hullámvölgyekből áll, tehát hogy egyszer fent, egyszer lent. Nagyon változó, és ez évenként változik. Nekem vannak olyan éveim, amikor a külföld sokkal erősebb, tehát sokkal többet vagyok külföldön, mint itthon. Az idei év a színház miatt is, most többet vagyok itthon. Változó.
Ami nagyon fontos, hogy egy előadó művész élete az nem ilyen 8-tól 5-ig hétköznapi... Kötetlen munkaidőben vagy te, és ezt szokták finoman mondani. Finoman szólva, tehát nekünk van olyan időszak, amikor a hét minden egyes napján mondjuk hajnalban esel haza, és mondjuk már reggel menni kell egy tévéműsorban, viszont van olyan is, amikor 2-3 hétig igazából semmi nem történik. Mm. És ilyenkor fontos az, hogy az életedben azért legyenek olyan emberek, barátok, család, párkapcsolat esetleg, vagy olyan cselekvések is, amik nem a szakmához kötődnek, akár a sport, akár valami tanulás. Persze. Tehát, hogy legyen egy rendszer az életedben, mert azért én azt nagyon látom, hogy pont ezért a rendszertelenség miatt nagyon szét tudnak csúszni az előadó művészek. Igen. Mondtad ezt a magánéleti dolgot, baráti dolgot. Én ahogy néztem a bulvárlapokat rólad, úgy nem sokat, te nem vagy az igazi bulvárhős típus. Ez direkt szándékosan teszed, csinálod és kerüled ezeket a dolgokat egyébként, hogy mindig a címlapokon legyél egyébként az életed miatt? Volt egy időszak a tehetségkutató után, egy 2-3 év, amikor mindig felhívtak mindenért, és mindegy, hogy mi volt, csak mondj valamit. És az akkori menedzsmentemmel, illetve produceremnek nagyon hálás vagyok, mert ő volt az, aki azt mondta, hogy jó, akkor meghúzunk egy vonalat, és mostantól kezdve bulvármagazinnak nem nyilatkozunk, vagy ha nyilatkozol, mert nem lehet kikerülni, akkor olyan témában is úgy. És onnantól kezdve ezt tudatosan leépítettük, és most már nem is nagyon keresnek, megmondom őszintén, mindig megkapom a meghívókat a különfajta gálákra, most is volt ugye egy nagy gála. Igen, annak a bulvárlapnak a gondolom az a 20 éves. A legnagyobb a 20 éves, igen. És nagyon jó volt, meg ott is azért az ember azért nyilatkozik jobbra-balra, de mivel nem tudok olyan szaftos dolgokról beszámolni, hogy úristen, most akkor szakítottam, vagy igen, összejöttem valakivel, vagy kiraboltak, vagy megöltek, tehát nincs se vér, se dráma, hála Istennek. Milyen unalmas ez az élet. Illetve kitalálni meg nem szeretnék, mert azért a kedves nézőknek el lehet így árulni, hogy nagyon sok sztorit ki van találva, csak hogy legyen valami. Én abban hiszek, hogy az, amit én csinálok, így egy énekes vagyok, akik engem hallottak, láttak élőben, tudják, hogy mit tudok, hogy ha egy ilyen valóságsóhős lennék, vagy egy instaceleb, vagy egy én nem tudom ki, akkor lehet, hogy ez kéne, de az én közönségem nem feltétlenül a bulvár olvasó közönség, úgyhogy nincs szükségem, de nincs bajom a bulvárral, tehát most is egyébként egy olyan tévéműsorból hívtak fel, említettem neked. Igen, mondtad adáson kívül, igen. Igen, ami abszolút távol áll tőlem, de nagyon szívesen nyilatkozom nekik, mert most... Persze jó érzés, hogy meg is keresnek. Persze. Egyébként, így van. Nem akarok, én nem ők egy ilyen magánéletben vájkálós, én sem szeretem, ha valaki az enyémben, én sem szeretek másokéban vájkálni. Na, nyilván... azért két gyerek mellett neked van miről mesélni. Hát hú, ne tudd Székesfehérvári nézőknek. Szóval rádióban szoktam mesélni, Vörösmarty rádióban mindig mesélek a gyerekekről, ismerik már Mircsikét, Fannikát egyébként, mindig folyamatosan, hogy mit sztorizgatnak, mi van velük, stb. Nem akarok tiédébe vájkálni, nem is nyugodtan beszéltük, hogy beszélünk róla. Magánéletről mi az, amit lehet tudni, mi az, amit mondjuk kiengedsz információt most jelenleg? Azt szoktam mondani, hogy igazából nincs olyan sztori, én jelenleg egyedül élek, tehát nincs párkapcsolatom. Ez nem jelenti azt, hogy nem élem az életemet. Tehát logikus, hogy én is élem az életem. Vannak barátaim, vannak bulik, rendezvények, partik. És jól érzem magam, tehát nem vagyok egyedül és magányos. De tényleg nem tudnék neked olyat mondani, ami annyira izgalmas, vagy érdekes lenne. Igen. Barátok, nem egyszerű egyébként egy ismert embernek barátokat szerezni, pont ezt szeretem kérdezni, mert nem tudod, hogy magad miatt, hogy olyan jó pofa aranyos vagy azért, mert te vagy a Vásári André. Egyébként is gondolom, volt már ilyen csalódásod az életedben, hogy hát kiderült, hogy azért, mert az André, mert lehet, hogy akkor tud anyagilag segíteni, meg hogy milyen jó ez, hogy én az Andrénak a barátja vagyok, tudok vele vakítani. A barátok, akik vannak, a gondolom nem nagy mennyiségű ez a baráti szám. Nem, igazából azt mondanám, hogy egy olyan szűk kör, egy 5-6 fő, akire azt mondanám, hogy bármikor számíthatok rájuk. Ami nagyon sok, mert már abból a szempontból... Egyébként sok? Hogy igen, de tényleg ez az 5 ember, 5-6 ember, arra azt mondanám, hogy tudod, amikor hajnalban felhívnád, hogy most gyere ide, akkor bejön a kocsú, és oda jönnek. Ez jó. És volt már rá példa tényleg, hogy segítettünk egymásnak. Ami nekem meglepetés volt, hogy voltak olyan barátok, és azok le is koptak, akikkel én előtte tényleg 10 éves barátságok voltak, de
nem tudták kezelni a sikert. Féltékenyek voltak rá, hogy neked beindult a szekélyeset? Utólag azt mondom, hogy igen. Uh-huh. És azért nagyon beteg ez a dolog, mert nem tudok rá más mondani, mert nem egy szakmában dolgoztunk. Hát ráadásul igen. Tehát, hogyha még ők is énekesek lettek volna, azt mondom, hogy oké, okay, nehezen lehet kezelni. De számtalanszor előfordult az, hogy tényleg én nagyon sok mindent beleraktam abba, hogy koncert után is mondjuk oda menjek, megérkezek, ott legyek, még akkor is a másnap hajnalba keltem, külföldre mentem. És azt vettem észre, hogy valahogy ők nem tudják azt feldolgozni, hogy egy kicsit megváltoztak itt a szerepek. Én magánéletben én nagyon nem szeretek feltűnősködni. Uh-huh. Én ha elmegyek egy rendezvényre, akkor nem hangoskodom, és a crazy, és mindenki, abszolút nem. Uh-huh. Erre szoktam azt mondani, hogy én kiélem magam a színpadon. Tehát nekem erre nincs szükségem, hogy ott még ott külön figyeljenek, sőt nem is szeretem. Uh-huh. Úgyhogy voltak olyan barátok, akikből komolyan azt gondoltam, hogy életünk végéig kapcsolat lesz, és nincs. Azt most már nagyon jól ki tudom szűrni, amikor valaki úgy közelít hogy ismertség, és általában meg is mondom neki, hogy figyelj, én nem fogok tudni neked segíteni. Tehát karriert mindenki magának tud csinálni. Én gondolom meg szoktak keresni, hogy figyelj, segíts, nekem tudok, mit tudom, énekelni, táncolni, a kutyám tud, nem tudom, óhéberül, és akkor kerüljek be egy tévéműsorba. Ilyen, ennyire direktben nem, de azt megfigyeltem, hogy szakmán belül még mondjuk nem annyira ismert énekes, vagy feltörekvő kezdő, és akkor tudod, hogy lehet érezni, hogy fú, azért ez itt... Ez lesz a vége. Igen, és akkor ezt így nagyon hamar az elején így letisztázom, és utána ők el is tűnnek. Uh-huh. Úgyhogy nem mondanám azt, hogy nem lehet már barátokat szerezni mondjuk 30 fölött, de nehéz azért, igen. Nehezen, nehéz, nagyon-nagyon nehéz, ez így van. Két kérdés még, hogy te mennyire vagy egészségtudatos, a másik, hogy mennyire vagy, ugye most is, hogy fel vagy öltözve, tényleg nagyon igényes, látszik rajta, hogy nagyon adsz magadra, mennyire vagy ilyen piperkőc, férfi ember, aki sokat tölt a tükör előtt, sokat ad az öltözködésére, az vagy, lehet rád mondani? Egyébként nem, ezt annyiszor megkaptam, és pont... De tényleg kérdezték? Várjál, most volt nem... Pont egy hete, hogy ugyanebben a témában, de ez is volt a címe, hogy piperkütz férfi. Tényleg? Igen. Na, nem láttam, úgyhogy, nem tudtam róla egyébként. Úgyhogy lehet, hogy annak tűnök, de tényleg nem. Az van, hogy vásárolni én például nagyon úgy szoktam, hogy például nagyon nem szeretek, de amikor berobbanok valahova, és tudom, hogy kell, akkor nagyon céltudatosan, nagyon rövid idő alatt megveszem azokat a darabokat, amit tudom, hogy majd mivel fogok tudni kombinálni. Megpróbálok inkább minőségibb dolgokat vásárolni. De itt tükör előtt abszolút nem sokat. Az, hogy egészséges életmód, a sport, vagy az, hogy arra odafigyeljek, hogy mit eszem meg, az nagyon fontos persze. De ebben sem vagyok ilyen őrülten szabálykövető, de azért odafigyelek, igen. Kikapcsolni hogy szoktál tényleg egyébként? Mert gondolom nem zenét hallgatsz, vagy én például kikapcsolom, én zenét nem hallgatok egyáltalán, hiszen azzal dolgozom igen, nagyon régóta. Te neked mi az, ami nyújtja kikapcsolódást, feltöltődést esetlegesen? A barátok mindenképpen, nagyon civil dolgok, elmegyünk vacsorázni, vagy én a legjobban azt szeretem, amikor valakihez átmegyünk. Az nagyon jó. És akkor tudod, ilyen kis házi buli jellegű dolog, igen. De nem igazából buli, csak dumálás, iszogatás, stb. Azt nagyon szeretem. Én nagyon old school lesz, amit mondok, de én nagyon szeretek olvasni. Tehát nálam körülbelül most is vagy 10 könyv van, amiből már így az ágyam mellett, amiből legalább 4-et olvasok egyszerre, csak kevés időm van. És itt szoktam két-három könyvet olvasok egyszerre egyébként. Nem így normális dolog szerintem ez, vagy mondhatják ezt a nézők. Nem normális dolog, de én is így vagyok, mert annyi minden érdekel, és tök szertágazó. Tehát van ilyen ezoterikus fél, aztán igen, Kosztolányi, van Karinti benne, van szakkönyv benne például. Te is így vagy ez, ami különböző? Abszolút. Én azért is olvasok én is egyszer többet, mert mondjuk, ha valamelyikre kicsit ráunok, akkor ott a másik, akkor... Szóval, hogy tudom váltogatni lényegében, de mégis olyanokat olvasok, ami érdekel. És ami még kikapcsol, egyébként a sport. Én soha nem voltam sportos gyerek, hanem a család viszont nagyon, tehát édesanyám kézilabdázott, édesapám testépítés, nővérem szertorna, nagypapám boxolt, tehát mindenki, én mindig kilógtam. És most így felnőtt fejjel kezdtem el úgy sportolni, hogy nem azért, hogy most fúmutogassam magam, hanem tudom, egyszerűen jól esik. Ezen konditeremi sport, futás? Aha, hát van benne konditerem, személyedzős. Edzőz jársz. Igen. Mondjuk heti egyszer, de heti 4 sport úgy összejön, az fassolok, jógázom, ilyen crossfit edzések. A fúzós, a crossfit azért, azt köszönöm oda, azért kell. Állóképesség elő, az nagyon így nem kell. Látszik rajtam, de pont most mondta tegnap az edzőm egyébként, ami nagyon-nagyon jól esett, hogy már így mondtam neki, hogy figyelj,
szóval lehet, hogy nem nézett ki belőlem, de azért próbáljunk meg kicsit úgy keményebben. És úgy tényleg keményen edzettünk, voltak olyan súlyok, amiben már nem is volt tényleg magasabb, vagy nagyobb, és teljesen le volt döbbenve, és mondta, hogy ő nem is nézte volna ki belőlem, úgyhogy... Ez így van, ugye, mert te is ilyen feminimebb alkat vagy férfi van egyébként. Ezt én is megkaptam még régen, amikor mint voltam 60-70 kilós, hogy én is olyan kicsit lányos vagyok, és csomó mindent nem néznek ki az emberből, pedig az egy csalós, ugye? Abszolút csalós, meg azt gondolom, hogy egyébként maga az, hogy ki mennyire kitartó vagy erős, vagy például a fájdalom küszöbe, az abszolút nem attól függ, hogy most hány kiló vagy egy macsó állat, vagy pedig egy feminin pasi. Szerintem nagyon sok minden agyban dől el. És ez így, ez teljes mértékben így van, igen. Na, apropója van, hogy te itt vagy a fehérvári beszélgetésekben, mostanában elég gyakran vagy itt Székesfehérváron. Igen. Aki esetleg nem tudja, mondjuk el a nézőknek, hogy mi ennek az oka. A Vörös Marti Színházban játszom a Chicago című darabban. Ez egy zenés darab, ez egy musical, szerintem nagyon-nagyon jó pofa, és nagyon jól sikerült, Horváth Csaba a rendező, és sikerült úgy megcsinálnia, hogy abszolút élvezhető, abszolút mai, tehát nem egy ilyen poros musical, élő zenekar, egy nagy jazz big band játszik a hátunk mögött, rengeteg tánc van benne, aki szereti a bikinis lányokat, akkor megtalálja a bikinis lányokat. Igen, mert melltartóban és egy szál kis ilyen forró nadrágban táncolnak a lányok, de a fiúk is levetkőznek, úgyhogy még ez is benne van. Igen. Úgyhogy, de ezt leszámítva is azért nagyon-nagyon igényes és nagyon jó darab lett, és nagyon szórakoztató, és nagyon mai arról szól, aki esetleg nem ismerné, hogy a mai világban mennyire könnyű ismertnek lenni, sztárrá válni, ugyanilyen hamar el is tűnsz, mennyire minden kimagyarázható, igen, mennyire minden attól függ, hogy tálalod. És ebben én egyébként egy nagyon érdekes szerepet játszok. Ezt akartam kérdezni, ezt mondjuk azért nem minden nap érte szereped azért. Bizony, én Mary Sunshine nevezetű újságíró nőt játszom, ami nagy kihívás, ugyan a sztárban játszottam már női karakter, igen, de itt az igazság, hogy nem akarjuk elrejteni, hogy ezt egy férfi játsz, tehát nincs paróka van, meg tűsarkú, meg minden, de mégis pont ez az ambivalens, vagy a kicsit fura, hogy lehet látni, hogy ezt egy férfi játsza, de mégis egy női szerep. És hát amiért én kaptam ezt a szerepet, az, hogy ez egy nagyon magas hangfekvésben megíródott szerep, és ezt Magyarországon és még... Igen, Magyarországon énekelték már férfiak, de senki nem ott, ahol megvan írva. Tehát eredeti hangfekvésben ottól megvan írva. Tehát Charlie-t nem kérhetik meg erre a szerepre. Nem igazán, igen. Nehéz lenne meg, igen, neki igen, elénekelni. Igen, igen. Egy jól érzed magad, akkor nagyon jól el vagy. Nagyon, én nagyon szeretem a várost is. Uh-huh. Tény és való, hogy nem vagyok itt nagyon sokat azért úgy. Tehát, ha itt vagyok, akkor több napot egyszerre itt vagyok, de a nyári próbafolyamaton folyamán így körbenéztem, és nekem nagyon, nagyon tetszik. Pont az, hogy pont olyan léptékű a város, ami nem kis város, nem túl nagy város, szóval ilyen élhető szerintem. Így van. Beszéljünk meg a jelenedről, hiszen lassan a műsoridő végéhez érünk, hogy mivel foglalatoskodsz manapság? Ugye sokat jársz Amerikába, itt vagy Fehérváron, mi az, amit még érdemes tudni a jelenedről? Hát Amerikába turnézni fogok menni majd március végén, van Székesfehérvár, rengeteg kisebb-nagyobb koncert. Azt szoktam mondani, hogy akit érdekel, a honlapomon, a Facebookon, az Instán, bárhol megtalál, és ott fent vannak a koncertjeim. Csinálom, ugye idén diplomázom a Miskolci Egyetemen, úgyhogy bőven van mit csinálni, és mindig vannak újabb projektek, amikről természetesen még nem lehet beszélni. Persze. Úgyhogy nem unatkozom. Uh-huh. Jövőre, ugye érdemes azért tervezni, szerintem jó az, hogyha az embernek van egy célja, tervezzük a jövőt tudatosan, mert ez tud húzni elképesztő módon. Igen. Van valami terved, amit szeretnél elérni, megvalósítani, tök jó lenne? Vannak olyan tervek, amik már évek óta húzódnak, egy új lemez, ami már a tavalyi évről átcsúszott az idejére. De egyrészt nincs rá idő, illetve mindig vannak változások, tudod, amikor dolgozol egy menedzsmenttel, de mondjuk nem úgy alakulnak a dolgok, akkor átmész egy másikhoz, szóval igen, mindig vannak ilyen kis kavarodások, de egy új lemez az mindenképpen jó lenne. Az ötlet megvan, az elképzelések megvannak, és én bízom benne, hogy idén összejön, de ha idén nem, akkor jövőre. Úgyhogy igazából ez a következő nagy terv. Hát sok sikert kívánok, és persze jó egészséget, és örülök, köszönöm, hogy itt voltál velünk. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.